Nagy a tolongás a zentai emlékiskolában. Sokan szeretnének kedvező áron hozzájutni a jó minőségű és megőrzött gyerekruhákhoz. Nagyon sok mindent lehet csereberélni, vásárolni, és most már egyre többen rájöttek arra az emberek, hogy hát kevés pénzé sok minden jó dolgot lehet vásárolni. Nagyon sok baba holmit így az üzletekben drágáért tudnak az emberek megvásárolni, és a mai világban nem állnak úgy a szülők, hogy megvásárolják annyi azokért az összegekért, és így lehetőség van azoknak, akik már rendelkeznek a záróval, és így el tudják adni, és olcsóbban meg lehet így vásárolni. A baba bőrzék iránt éppen ezért mind az árusok, mind a látogatók körében folyamatosan nő az érdeklődés. De én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos dolog, és ez egy hiánypótló jellegű megmozdulás, és lehet érzékelni, hogy évről, alkalomról alkalomra, mivel negyedévenként kerül megszervezésre ez az összejövetel, többen is többen vannak. A mostani rendezvényre a szervezők összesen 75 árus jelentkezését fogadták el. Nagyon sok árus van, mindenkinek sok áruja van, kevés az egy asztal, amit tudunk biztosítani. 75-nél mondtuk azt, hogy ne jöjjönek többen, 68 árus van most itt. Biztos, hogy többen is jelentkeznének, és nagyobb lenne az érdeklődés, ha nagyobb helyet tudnánk biztosítani. A baba bőrzét évente 4 alkalommal szervezik meg, mindig az éppen aktuális évszakhoz igazodva.